nagyon küzdelmes mérkőzés volt, amelyen nektek is, az MTK-nak is rengeteg helyzete volt, de mind kimaradt, ide is, oda is eldőlheted volna ez a meccs. Te belülről ezt hogy élted meg? Én is úgy éreztem, hogy ez a mérkőzés nagyon-nagyon hajtós volt. Én úgy gondolom, hogy hajtósabb is volt, mint bármelyik mérkőzésünk. Nagyon kevés ilyen mérkőzést játszottunk, ahol ekkora iram volt, és itt adok-kapok volt mindkét kapu előtt. Voltak azért olyan helyzetek, amiket úgymond megúsztunk kapufával, vagy esetleg a kapusunk nagyot védett, őt ki is kell, hogy emeljem szerintem a mérkőzésen, aki szerintem tízesre védett ma. De ahogy mondod te is, nekünk is megvoltak a helyzeteink, főleg 0-0-nál a legelején, amikor 11-es gyanús szituáció, illetve egy-egybe álltunk a kapussal, és vezettük 40 métert a kapussal labdát, és nem sikerült. De hát ezen vagyunk, hogy ezeket kijavítsuk, és a következő héten berugdossuk, mert az egy kicsit fontosabb mérkőzés lesz. Azt mondom, hogy szereztetek ma egy pontot, akkor ennek örültök, vagy inkább elvettük keseredve, hogy nem 3 pont lett belőle itthon? Hát, hogyha a szezon elején beszélgetünk, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy örülünk neki. Most ebben a helyzetben vagyunk, hogy 3 pontokra van szükségünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem örülhetünk, sőt, de nem szabad sokáig buslakodni, hiszen most van végre egy hetünk felkészülni egy mérkőzésre, nem csak regenerálás és edzés és mérkőzés, úgyhogy bízom benne, hogy ez a hét arról is fog szólni, hogy a csapatnak egy kicsit az önbizalmát visszaszedjük, hiszen ez a 3-4 mérkőzésből lehet erőt meríteni. És abból mennyire lehet, hogyha ránéztek a tabellára, akkor még matematikailag akár a második hely is elérhető, tehát egyáltalán nem reménytelen a helyzet. Igen, láttam én is ezt, de nyilván azért reálisan kell látni a dolgokat, hiszen most a következő két csapat, aki előttünk van a tabellán, őket kell megelőznünk, hogy bennmaradjunk. Nem is nagyon kell másra gondolnunk, csak arra, hogy minél több mérkőzést megnyerjünk, mert 3 pontokra van szükségünk, nem 1 pontokra. Úgyhogy nagyon-nagyon bízom benne, hogy most jövő héten elindulunk ezen az úton, és akkor tudunk egy kicsit feljebb ugrálni a tabellán. Ugye az elmúlt hetekben nagyon sűrű volt a menetrend itt a Magyar Kupával, aztán hétközi bajnokival, most viszont lesz egy hetetek, hogy felkészüljetek a Honvédra. Hogy látod az esélyeket a Honvéd ellen, hiszen ők is mondhatni, hogy az életükért küzdenek? Igen, ez a pár hét ez arról szólt, a mesterünk is próbált arról egy kicsit rotációba helyezni a csapatot, hogy legyenek olyan játékosok is, akik frissek esetleg a kupa mérkőzésen. Én úgy gondolom, hogy a Honvéd ellen csak ilyen játékkal tudunk játszani, vagy nyerni, ahogy ma játszottunk. Bízom abban, hogy a támadó játékunk egy kicsit feljavul, mert hogyha mi hátulról lehozzuk a meccset nullára, akkor a legjobb eredmény az, vagy hát akkor 0-0 lesz, és akkor a legjobb eredmény az már közelebb van hozzánk, mert minden, nekünk a legjobb eredmény az, hogyha győzni tudunk. A mester a sajtótájékoztatón említette, hogy nagyon ott kell lennetek fejben a következő mérkőzéseken. Hogyan lehet erre trenírozni magatokat, hogy mentálisan megerősödjetek a folytatásra? Én úgy gondolom, hogy most a csapat egy ilyen egészséges nyomás alatt futballozik több hete, hiszen sajnos nem tudtunk elmozdulni a kieső zónából. Ahogy az edzőnk is említette, én úgy érzem, hogy a csapatunk kész van arra, hogy ezt a játékot játssza, és győzelmekkel tudjunk előrébb lépkedni, úgyhogy a jövő héten ezt el kell, hogy kezdjük. Mennyire vagytok egy ilyen érzelmi hullámvasúton? Gondolok itt arra, hogy ugye megvertétek a Fehérvárt hátrányból fordítva, de aztán utána meg mégse jöttek a győzelmek igazából. Mennyire érzitek azt, hogy ez egy kicsit ilyen érzelmi hullámvasút? Én nem érzem úgy, igazából kisebb hibák döntik el a mérkőzéseket. Most az utóbbi két mérkőzésünk sajnos erről szólt. Ferencváros otthonában szerintem mind a kétszer úgy játszottunk, ahogy a Ferencváros ellen játszani kell, úgyhogy szerintem nincsen érzelmi hullámvasút, inkább ez egy kicsit a figyelmetlenségünk miatt lehet probléma, de bízom benne, hogy ez jövő héten kicsit kijavítjuk, és akkor minden rendben lesz. Mester itt felvetette, hogy esetleg lead 3-4 kilót, és akkor ő is beszáll. Elfogadnátok, hogyha beszállnak közétek valamelyik meccsre? Persze, mindenképp, hiszen azért nem láttam játszani, de YouTube videókat láttam róla, ahol azért elég komoly csatár volt, úgyhogy nyilván elfogadnánk, mert nagyon nagy szükségünk van egy gólszerzőre, és hogyha ez a mester lesz, akkor én annak is örülök, én annak is örülnék, hogyha a kapusunk szerzi a gólt, teljesen mindegy, csak maradjunk bent.